Amíg csak a 20-as éveivel járó paksi maratoni kajakos Kiszlő Vanda egyesben, párosban mindent már megnyert, EB-t, VB-t, ám, mint kiderült, újabb hasonló sikerek elérése motiválja. Ezért vállalja továbbra is a kemény hétközi edzésmunkát, amit a maratoni szakág bizony megkövetel. Úgy vagyok vele, hogy amíg szeretem csinálni, és eredményes is tudok benne lenni, addig mindenképpen szeretném csinálni, és tényleg az motivál, hogy eredményes legyek abban, amit csinálok. És nyilván minél több címet is szerezni. Úgyhogy jól érzem magam benne, és tényleg az motivál, hogy szeretem a munkámat, szeretem ezt csinálni. Hazai és nemzetközi trónkövetelőkben, kihívókban továbbra sincs hiány. Már abszolút a magyar mezőny is erősnek mondható, szóval egy válogató versenyt se lehet fél lábról venni, illetve nemzetköziben természetesen mindenhol, ahol itt jönnek spanyolok, portugálok, dél-afrikaiak, van ír, lány, Szerbiából is van, angolok, szóval így igazából a világ minden tájáról jönnek. Párosban is szeretne világbajnok lenni, társával, Mihalik Sárával már Európa-bajnoki címet is nyert. De most a párostárs betegsége miatt Franciaországban az EB-n nem indultak. Megeshet, elválnak útjaik, mert Mihalik rövid távokon is komoly versenyzést tervez. Van rá esély, hogy az év főversenyén, az őszi kínai világbajnokságon, persze ha kiharcolják a jogot, még együtt szerepelnek. Szeretnék egyesbe és párosba is kijutni természetesen a világbajnokságra. A páromat még nem tudom megnevezni egyelőre. Szóba jött az is, hogy Sárával megint összeülünk, de lehet, hogy mással is ki fogom próbálni. Szóval az, hogy kivel, az még kérdéses, de nyilván ennek hamarosan ki kell derülnie, hiszen szeptember elején lesz a válogatónk, alig egy hónapunk van, és készülnünk kell gőzerővel.